Ne várj, míg elvonul a vihar. Tanulj meg az esőben táncolni. Őrültem vágyca a szeretetre. Es, 29 éves, drogfüggő anyalánya. Nem szívesen gondolok a gyerekkoromra. Hála Istennek régen volt. Leginkább arra emlékszem, hogy egyedül vagyok, mert nem volt szabad barátokat hívnom. Szörnyű lett volna, hiszen meglátták volna a nyomorúságot, ami nálunk volt. Mikor nagyobb lettem és kezelésre jártam, már fügyültem erre és meghívtam a barátaimat. Aztán látták a káoszt. Minden másként volt nálunk, és egyesek azt kúlnak cool találták. Azt, hogy anyám mindig megkínálta őket inni vagy füstölni valóval, ha éppen otthon volt. Nem tudtam azt sem, mikor kérdezhetek valamit anyámtól, sosem volt alkalmas időpont. Emlékszem, hogy az ötödikes tanárnőmnek majd kiesett a szeme, amikor azt mondtam, este nem kérhetem anyámat, hogy írja alá az ellenőrzőmet, mert akkor jön a díler. Ez nekem abszolút természetes volt. Nem tudtam, hogy ez másoknak rosszul hangzik. Számomra olyan természetes volt, mint vécére menni. Most, ha jobban utána gondolok nálunk, alig volt valami normális. Nagyapámmal éltem, aki, mint ma már tudom, súlyosan depressziós volt. Többnyire leeresztett redőnyök mögött éltünk, lehetőleg csendben kellett lennem. Elég rossz volt neki, hogy ott voltam, és még velem is törődnie kellett, pedig anyával éppen elég baja volt. Folyton pánikolt, hogy én is drogos leszek. Kamaszkoromban nagyapám minden kívánságát lestem, szinte le akartam olvasni a szájáról, mert apám nem törődött velem. Nagyon szerettem nagyapát, és borzasztóan féltem, hogy valami történhet vele. Különösen azután, hogy anyám a drog miatt börtönbe került. Egész végig úgy éreztem, hogy másoknak kitalált történeteket kell mesélnem, hogy semmit se sejtsenek. Ez kínos volt, és nagypapa tanácsára anyámról lehetőleg sosem beszéltem. Képzeletemben úgy formáltam a dolgokat, ahogy látni akartam, és egy szép világot álmodtam magamnak. Barátnőim hazudozónak tartottak. Nehéz volt, de egy idő után abba hagytam a képzelgések mesélését. A terapeutám segített. Akkoriban a képzeletem volt a valóság. Eszembe sem jutott, hogy hazudnék. Ma tudom, hogy egy saját világot álmodtam magamnak. Elképzeltem magamnak egy családot, amelyben szívesen éltem volna, és sokszor tényleg ebben is zajlott az életem, mintha valóság lenne. Egy csésze kávét vittem anyámnak, mintha ez normális lenne, vagy nagyapámat olyan kedvesé alakítottam, hogy mindig is szerettem volna. Ha jöttek a gyermekvédelmisek, erről a szép világról meséltem nekik, és nem arról, milyen borzalmas a helyzet, azt ugyanis szégyeltem. Nagyon is örültem, hogy van nagy papám, ő volt az egyetlen, aki igazán hozzám tartozott. Mint ahogy akkor a nagyapára, Később mindig túlságosan ráakaszkodtam emberekre, hogy később csalódottan eltaszítsam őket. Ez valóban őrület. Eztelenül vágysz a szeretetre, és halálfélelmed van, hogy ismét csalódott és elhagyott leszel. Akkor inkább én fejezem be azonnal a kapcsolatot. Folyamatosan kerestem egy valódi családot. Hogy irigyeltem a barátnőimet? Reggel reggelit kaptak, ebéddel várták őket haza, és még elégedetlenkedtek az anyjukkal, ezt végképp nem értettem. Egy anya, aki vár rám, a földi mennyország lett volna. Anyámat szinte sosem láttam tisztán. Ha nem a magát, akkor ivott. Az elvonó kúrát mindig megszakította. Így lassanként eltemettem a reményemet, hogy rendezett életem lehet vele, és rájöttem, hogy csak nagypapa maradt nekem. Mindezt a terápiával és a barátaim segítségével értem el. Ez segített de még mindig sokat vagyok szomorú. Jól lehet, szakmailag sikeres vagyok, és igazán jól gondoskodom magamról. Mégis, amikor eljön az este, csak ülök, nagyon egyedül, és valahogy nevetségesnek érzem magam. És azt gondolom, nincs semmi okod, hogy rosszul érezd magad. Megjegyzés Micsoda gyerekkor! Es mégis úgy emlékszik, mint aki jól érezte magát. Ez volt a család elvárása vele szemben, amit annyira magáévá tett, hogy még ma is megköveteli önmagától, hogy így is maradjon. Így volt normális. Ez a kívülállót megborzongatja. Egy gyerek, akiről az anyja a legszükségesebb mértékben sem gondoskodik, bár látszólag jelen van. Egy olyan anyja, akitől nem lehet semmit kérdezni, aki egy iskolai aláírásra is képtelen. Szerencsére ott van a nagyapa, aki gondoskodik róla, amennyire tud. Őt is nyomasztja a lánya drog problémája. A szenvedélybeteg családokban gyakran más függőségek és betegségek is előfordulnak, ahogyan itt a depresszió. Nagyapa a szalma akibe es, kapaszkodik. Mégis arról álmodozik, hogy végül anyával élhet majd. Évekig kitart emellett, noha az anya visszaesik, az elvonókúrák nem sikerülnek. A szenvedélybeteg családok gyermekeinél a legmélyebben gyökerezik a küzdelem és ragaszkodás a szeretett szülőhöz. A kívülállók ezt nem is érthetik meg. A remény hal meg utoljára. Gyakran ez a továbbélés motorja. Nagyon is érthető, hogy es saját valóságot épít fel, amelybe elmenekülhet, bár hazugnak mondják. Megkezdődik a lecsúszás a szociális izolációba. Senkit nem vihet haza, hogy anyja helyett ne kelljen szégyelnie magát. Ha mégis akadnak barátok, a képzelt valósággal próbálja magához kötni őket. Nem hiszi, hogy bárki kedvelni tudná őt abban a tényleges környezetben, amelyben él. Az anyai szeretet iránti vágy hajtja, hogy ne adja fel az olyan emberek keresését, akikkel közeli kapcsolatba léphet, akikhez csatlakozhat. Amikor nincs tennivalója, a nyugalom ideje felszínre hozza az elveszettség és egyedül létérzését. Mindezek ellenére es képes volt megváltoztatni saját életvitelét. A gyógyulás azonban hosszú folyamat mindig magamon érzem ellenőrző tekintetét. E, 32 éves, anorexiás anya fia. Anyám, amióta eszemet tudom, mindig a táplálkozásunkkal foglalkozott. Minnyájunknak előírta, mit szabad ennünk, mit nem, hol és mikor. Egyszerűen mindent és mindig. Apámnál és nálam nem volt sikere. Nem törődtünk vele, később ezt tudomásul vette. De a téma napi renden maradt. Húgom nem tudott védekezni ellene. Látom, amint kislányként ül a konyhában a hokedlin, és jó étvágya leszik, miközben anyám rendre utasítja. Most már aztán elég, semmiképpen nem vehetsz egy második rumplit. Háj leszel, mondta, ha repetát kért. Anyám a lekvárt is lekaparta a kenyerről. Anyám csak azt tette, amit előírt magának. Már születésem előtt anorexiás volt, kórházban is kezelték. Ez néha szóba került, amikor apámmal vitatkoztak. Nem tudom, betege még. Szigorú szabályai voltak az evéssel kapcsolatban, mindig ugyanakkor enni, délután, öt után semmit, s a különböző regulák, a kalóriák, a stb. Az étkezés sosem volt nálunk kellemes vagy jó hangulatú. A húgom sokszor maradt éhes, sokszor a hűtő szekrényhez lopódzott. Gyakran adtam neki valamit, vagy hoztam a hűtőből. Anyám azonban észrevette, ha valami hiányzott, és akkor mindketten szidást kaptunk, és a futópadra küldött minket. A húgom anorexiás és bulémiás lett. Számított a szidásra, és ezért megelőző lépésként hányt. Ma is minden étkezésnél hallja anyánk hangját, és rettentő kövérnek érzi magát. Én pedig mindig magamon érzem anyám ellenőrző tekintetét. Hétvégén a nagyszülőknél különösen rossz volt. Ők például szélsőségesen ellenőrizték magukat. Amint ettünk valamit, már is elhangzott, most aztán a mérlegre gyerekek. És szörnyűködtek, ha a mérleg többet mutatott. Azt hiszem, semmilyen természeti csapás nem ért volna fel fél kiló súlygyarapodással. Innen hozta magával anyám, hogy semmit nem engedhet meg magának. Egyébként is a családban minden nő nagyon vékony és kedvetlen volt, és mindegyiket csalta a férje. Szenvedtek férjeiktől, de erről sosem beszéltek. Nyilván minden érzelmet megtiltottak maguknak, és ezért az evésben sem lelhették kedvüket. Ennek az öröme ugyanis ellenőrizhetetlen lett volna. Ezt verte a nagymama anyám fejébe, ő pedig a hugoméba. Mindenki az evéssel és a nem evéssel foglalkozott, miközben szüleim között semmi sem volt rendben. Csak azt tudom, hogy néha kisírt szemekkel láttam anyámat. Mindig azt hittem, hogy ezek a dolgok nyomtalanul múltak el a lelkemből, de az, hogy magamat olyan kicsinek és rossznak érzem, ez a lúzer érzés biztos összefügg ezekkel a dolgokkal. Lehet, hogy a kényszereim innen származnak, ha egyszer gyerekeim lennének. Alapszabály lenne, hogy azt is annyit esznek, amennyit csak akarnak. Akkor tudnám, jól vannak, jól érzik magukat, és ők nem mennek tönkre. Megjegyzés. Ismét egy nyomós példa, hogy a szülő szenvedély betegsége minden családtagot bűvkörébe van, és félelmetesen érint messze a felnőtt korban nyúlóan. Az evés és a testcsú ellenőrzése már a nagyszülők óta családi téma. Az anya életének központja is így teher gyermekei számára. Nem csak az anyai ellenőrzésnek különösen kitett nővére, de a fiú e is kétszeres terhet hordott gyerekként. Az ellenőrzés élménye identitásának része lett akkor is, ha ő eddig nem betegedett meg, mint a nővére. A betegség gyökerét e a szülők zátonyra futott kapcsolatában és a megcsalásban sejtette de erről a családban nem lehetett nyíltan beszélni. Az anya az evésre viszi át a problémát, e pedig a kontrollt a kényszerek területén éli meg. Felnőttként is az anya ellenőrző tekintete üldözi. Terheiről e szüleivel nem beszélhet. Anya, mint olyan sok anorexiás és bulimiás kibírhatatlan helyzetéből úgy tűnik el, hogy a sérelmek és csalódások helyett az evés témája körül forog az élete, Önképét és önazonosságát testi megjelenéséhez köti. Az ezzel járó örömtelenségtől e a saját gyermekeit szeretné megkímélni. Világos jele annak, hogy meg akarja szakítani a baj generációs továbbadását. Mindig úgy tettek, mintha nem lenne semmi probléma. A 32 éves, alkoholbeteg szülők lánya. Mindkét szülő volt. Nevetséges, hogy csak anyám alkoholizmusa foglalkoztatott. Apám ivása korábban nem tűnt fel nekem. Azt sem tudta senki, hogy anyám iszik. A családban sosem beszéltünk róla. Ez igazi feketejük volt, mindenki tudta, de úgy tettek, mintha nem létezne. Azt hiszem, nekem volt a legrosszabb, mert én voltam a legkisebb, sokat kellett vele együtt lennem. Nővéreim sem mondtak soha semmit, kínos lett volna nekik, gondolom. Öcsém máig hallgat erről. Valószínűleg azt gondolja, ha nem beszél róla, akkor anyám vászata sem létezik. Az iskolában majd megőrültem, nem tudtam, mi vár otthon. Ha hazaérve anyám aludt és láttam az üres üvegeket, az jó volt. Tudtam, ma már nem történik semmi. A félig kívott üveg rosszat jelentett. Mellém ült a dzsines üveggel, ellenőrizni a házi feladatomat, és csapdába kerültem. Apám nem szólt semmit. Néha megragadta a karomat, és azt mondta, Tedd, amit anyád mond, ne légy fafejű. Kevesebbet ivott anyámnál, és csak alkalmanként. Tanárai egyszer megkérdezték a szüleimet, miért borulok ki olyan hamar, miért nem lehet velem beszélni, és így tovább. Azt felelték, hogy kiskorom óta szeszélyes vagyok, és ez jó téma lett a vacsoránál. Barátaimmal sem beszéltem erről, kínos lett volna. Ha a Nagyvitkán eljöhettek hozzánk látogatóba, azt hiszem a szüleimet kulnak cool találták. Anyám ölelgette mindegyiküket, vidám volt, és alkohollal kínálta őket, amit egyébként nem ihattak. Régebben azt gondoltam, én vagyok az egyetlen, aki anyámnak problémát okoz. Ha valakinek olyan lánya van, aki nem érti meg, és házártos, akkor szomorú lesz, és ivással derül jobb kedvre. Megjegyzés Ha a gyermekek szenvedélybeteg családban nőnek föl, a szenvedélybetegség tabu téma, különösen akkor, ha mindkét szülő iszik. A család őrzi a titkot, miközben szinte emberfeletti módon kell teljesítenie a krízis kezelésekor, mely nem kerülhet ki a családból, hiszen a szenvedélybetegség nem szalonképes. A hozzátartozók a beteg helyett szégyellik magukat, és ez fekete lyukként működik, ahogy A plastikusan leírja. Bár együtt élik át a rosszat, a testvérek mégis elszigetelődnek egymástól. Csak nem megnevezni, csak nem kimondani a titkot. Ez a családi elszava. A magát hibáztatta anyja alkoholizmusáért. Tipikus, hogy azt gondolja, az ő magatartása rontja el anyja kedvét, és így felelős a szenvedélybetegségéért. Aki éveken keresztül ebben él, a beteg leszokását saját sikereként, az ivást saját kudarcaként könyveli el. Ezek az emberek felnőttként sem szabadulnak attól, hogy hibásnak érezzék magukat. Életüket és kapcsolataikat meghatározza ez a tapasztalat. A szenvedély beteg szülők gyermekeiben kialakul az a készség, hogy más helyzetben is, alaptalanul ám magától értetődően bűnösnek érezzék magukat. Megkezdődik a lecsúszás az elszigeteltségbe, és ezt az érintettek felnőttként, saját sorsukként, kikerülhetetlenként élik meg. A teljes egyedüllét érzése uralkodik bennük. Más emberek között, vagy a barátokkal, a partnereikkel is idegennek, és egyedül érzik magukat.